Székesfehérvárra látogattak az ország szívegyesületei. Július 22-e és 24-e között különböző programokat szerveztek számukra, a városnézés mellett megoszthatták egymással életük történéseit, és különböző sportprogramok is vártak rájuk. Az egyesületek találkozóját évről évre megrendezik. Körülbelül 20 évvel ezelőtt már rendeztek egy ilyet Székesfehérváron. Én nagyon örülök neki, egyrészt mint egészségügyi tanácsnok, másrészt mint gyógytornász, hogy most már ez teljesen bevett dolog, hogy a szívbetegek, érbetegek is mozognak, tornásznak, és ez nagyon-nagyon hasznos az ő egészségük szempontjából. Székesfehérvár ezért is támogatta mindig az egyesület működését, most pedig ennek a rendezvénynek a létrehozását, és én mindig azt remélem az ilyen rendezvényekkel, hogy ez példát mutat másoknak is. Az ország számos városában működnek szívegyesületek, melyek a különféle szívbetegségekkel, magas vérnyomással küzdőket, gyógyuló félben lévő vagy már gyógyult embereket fogják össze a MASEOS, azaz a Magyar Szívegyesületek Országos Szövetségének égisze alatt. Mikor egy szívműtött próbál példát mutatni egy egészségeseknek, akkor jobban megfogan ezt talán. Most már az EFI irodákkal, az egészségfejlesztési irodákkal megerősítve ezek a szívegyesületek, ezek jól szolgálják valóban a korunk pestisének, az érelmeszesedés, az infarktus megelőzésének a munkáját jól szolgálják. Komjáti György, a Székesfehérvári Szívegyesület elnöke nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a pandémia miatt 2 év kihagyás után Székesfehérvár adhatott otthont a találkozónak. Nagyon boldogok vagyunk, hogy mi ezt meg tudjuk rendezni. Az összes tagunk, tehát a MASEOS tagjai el tudtak jönni, és jó egészségben, ezt a Covidot megúszva. A résztvevőket a 3 nap során az ismerkedés és a városnézés mellett speciális sportprogramok várták a Bregyó Atlétikai Központban, ahol szakemberek felügyelete mellett és irányításával lehetett többek között röplabdázni, petánkozni és sakkozni.